Üzembővítés. 10 millió dollár értékű beruházást valósított meg az MSK Hungary Bt. Nyírbátorban. Belvízrendezés. Befejeződött a Máriapócsi főfolyás rekonstrukciója. A csatorna fejlesztésével csaknem 27 ezer ember belvízi biztonsága nőtt a térség 13 településén. Takarékos iskola. Több mint 20 millió forintból újították fel az Ajaki Tamási Áron általános iskolát. A beruházásnak köszönhetően jelentős energiaköltséget spórolhat az intézmény. 10 millió dollár értékű beruházást valósított meg az MSK Hungary Bt. Nyírbátorban. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nemzetközi tevékenységet folytató egyedi csomagológép gyártó vállalat nyírbátori gyáregysége egy 2500 négyzetméteres új szerelőcsarnokkal és egy 1500 négyzetméteres új festőüzemmel bővült. A beruházáshoz egy 465 millió forintos uniós pályázat is hozzátartozott, amely keretében új gépeket is vásárolt a cég. A német központú cég 1995-ben választotta egyik gyáregységének helyszínéül Nyírbátort. Az MSK hazai egysége kulcsfontosságú szerepet tölt be a cégcsoport életében, hangsúlyozta a 10 millió dolláros projekt záró rendezvényén a cég német tulajdonosa. Reiner Hannen hozzátette, a Nyírbátorban gyártott ipari csomagológépeket és szállító rendszereket a világ szinte minden pontján használják üzleti partnereik. A település polgármestere is fontosnak tartja a folyamatosan fejlődő cég beruházását. A város számára azért is nagyon fontos, mert az egyik legnagyobb foglalkoztató, több mint 350 ember dolgozik ebben a gyárban, és évről évre megfizetett iparűzési adó forintjai, milliói, mondhatom így, azért látszanak a város elmúlt időszakban végrehajtott fejlesztéseiben, és az egész város működést is természetesen segíti. A cég szereldei területe a beruházással egy 2500 négyzetméteres új csarnokkal bővült, a csúcs technológiát képviselő termelőberendezések pedig már itt kaptak helyet. A cég az épület és eszközfejlesztés után a humán erőforrás bővítése is gondol, jelenleg is folyamatban van egy együttműködés a Nyírbátori Munkaügyi Központtal, amelynek keretében 20 elektrolakatos és 20 szerkezeti lakatos munkatársat oktatnak, hogy közülük a legjobbakat szerződtessék a céghez. A záró rendezvényen a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár is jelen volt. Comba Sándor példaértékűnek tartja a cég fejlesztő tevékenységét. Azoknak a cégeknek, akik ilyen térségekben tudnak, akarnak és képesek fejleszteni, minden eszköz, minden lehetőséget szeretnénk megadni. Ez a következő évben, ugye akár a munkahelyteremtő beruházások oldaláról is jelentkezhet, vagy akár adott esetben a munkáltatói oldal érdekelté tételében abban, hogy minél több embert foglalkoztassanak. Tehát számos olyan terv van, amiben a magyar kormány gondolkodik, és nem csak gondolkodik, hanem remélhetőleg néhány hónapon belül ennél részletesebben is jó hírekről tudok majd beszámolni. Az MSK Hungary Bt. További terve, hogy az éves több mint 6 milliárd 600 millió forintos árbevételét a következő években megduplázza. Ennek érdekében a teljes cégcsoport vonatkozásában másfélszeresére emelik a munkavállalók létszámát, és további beruházásokban gondolkodnak. Befejeződött a Máriapócsi főfolyás rekonstrukciója. A csatorna fejlesztésével csaknem 27 ezer ember belvízi biztonsága nőtt a térség 13 településén. A beruházás része volt a leveleki víztározó teljes körű felújítása is. A kivitelezés csaknem 325 millió forintba került, amely az Európai Unió támogatásával valósult meg. Az elmúlt évek csapadékos időjárása bebizonyította, hogy a belvizek elvezetésére komoly hangsúlyt kell fektetni. A Máriapócsi főfolyása a rendszeres karbantartások ellenére is felújításra szorult. A belvíz elvezető szerepe is van a csatornának, de nagyon fontos szerepe van vízhasznosítási, öntözési szempontból is, hiszen a csatornán található a leveleki víztározó, aminek 4,5 millió köbméter a befogadó képessége. A program keretében csatornakotrást végeztünk, műtárgyak felújítását végeztük, és a leveleki tározónak a teljes körű felújítását is elvégeztük. A töltésen új hullámverés elleni védelem épült ki, és a töltés koronán pedig egy stabilizált út létesült. A program leveleki zárórendezvényén részt vett Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke is, aki azt hangsúlyozta, a beruházással jelentősen javulnak az itt élők életkörülményei.
27 ezer embernek válik biztonságosabbá az élete, a gazdálkodása, a mezőgazdasági tevékenysége. Nagyon sokan élnek itt ebből. A belvíz mentesítés, belvíz veszély elhárítása megtörténik ennek a beruházásnak a következtében. Tehát mind értékek szempontjából, mind a mezőgazdasági termelés biztonsága szempontjából egy nagy jelentőségű beruházásról van szó, amely már régóta esedékes volt. Levelek polgármestere a turizmus miatt tartja fontosnak a beruházást, hiszen évről évre sokat tesznek azért, hogy a látogatók minél komfortosabban érezzék magukat a strandon és környékén. Elmúlt időszakban a felújítás során a gátak felújítására került sor, amely lehetővé teszi azt, hogy most már szinte teljes egészében körbe lehet akár kerékpárra is járni a tavat. Mi az elmúlt években, évtizedekben is megtettünk mindent azért, hogy Leveleken a turizmus kitörési pont legyen. Strandot működtetünk, kempinget üzemeltetünk, és nagyon fontos, hogy ez a természetes környezet minél inkább megmaradjon, és minél több embert vonzon ide Levelekre. A kivitelezés csaknem 325 millió forintba került, amely teljes egészében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A nagy közönség számára is átadták a felújított sóstói víztornyot, és szezonális jelleggel megnyitották a Turinform irodát a 101 éves épületben. A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Pályázaton nyert 43 millió forintot, amelyet az önkormányzat 7 millióval egészített ki. A pályázati támogatásnak csak egy részét fordították a Pazár István tervei alapján 1911-ben épített szecessziós stílusú víztorony felújítására. Maradt pénz a helyi turisztikai látványosságok marketingére is. A 101 éves ipari műemlékben több nyelven kínálják a szálláshelyeket, a szolgáltatásokat és a nyírségi programokat a turistáknak. A sajtótájékoztatón elhangzott, komoly az érdeklődés Nyíregyháza és Sóstó iránt. Ez bizonyítja, hogy a jövő héten angol turisztikai szakembereket fogadnak, majd a kínai Harbin város televíziós stábjának mutatják meg a környék turisztikai látványosságait. Mindenképpen pozitív jövőt jósolnék ennek a kezdeményezésnek. Én abszolút úgy érzem, hogy Nyíregyháza az utóbbi időben felkerült a turisztikai térképre újra, egy olyan kiemelt turisztikai destináció lett az Észak-Alföldi régióban is, és az egész kelet-magyarországi régióban, amiért el fognak indulni a turisták akár Budapestről, akár a Dunántúlról, hogy megnézzék ezt a szép fejlesztést, ezt a környéken, akár Sóston, akár Nyíregyháza környékén. Szeptembertől már takarékosabban működhet az Ajaki Tamási Áron általános iskola. Az intézményt ugyanis újra szigetelték, és a nyílászárókat is kicserélték. A 22 millió forintos beruházáshoz 4 millió forint önerőre volt szüksége az önkormányzatnak. A fennmaradó összeget a Belügyminisztérium iskola felújításokra elkülönített 5,5 milliárd forintos pályázati forrásából nyerte el a község vezetése. Már csak ezek a fotók emlékeztetik a milliós gázszámlákra az Ajaki önkormányzatot. A helyi általános iskolában csak februárban 2,3 millió forintot fizettek a gázszolgáltatónak. Az intézményben nem csak a nyílászárókat cserélték ki, a falakat is újra szigetelték. A számítások szerint legkésőbb 5 éven belül megtérülhet a beruházásra fordított összeg. 22 milliót meghaladja a generál kivitelezés a komplett főösszeg. Ebből közel 18 millió forint volt a belügyminisztériumi pályázat során számunkra megítélt összeg, és egy körülbelül 4 millió forintos összeggel egészítette ki az önkormányzat. Az átadáson részt vett Tálai András önkormányzati államtitkár, aki elmondta, a belügyminisztérium 5,5 milliárd forintos keretet különített el iskolafejlesztésre. Az elmúlt évben 392 önkormányzat nyert ebből a forrásból, köztük az Ajaki. Többségében régi tornatermek felújítására, energiakorszerűsítésre pályáztak. Igaz, hogy az oktatási rendszer átalakul, és az állam a szakmai szervezést, irányítást, és természetesen az ellenőrzést, a kontrollt is átveszi, azonban az iskolaépületek azok maradnak önkormányzati tulajdonban. Az iskola fenntartása az önkormányzati feladat lesz alapvetően, és nem mindegy, hogy mennyibe kerül az üzemeltetés, nem mindegy, hogy mennyibe kerül a fűtés. Az eseményen elhangzott, állami segítségre számíthatnak azok az önkormányzatok, amelyeknél az oktatási intézmény fenntartása nehézséget okoz. Az előzetes egyeztetések szerint elsősorban a 3000-es lélekszám alatti településeken jelenthet nagyobb problémát a finanszírozás, egyes esetekben pedig a fenntartási költségek teljes átvállalásáról is hozhatnak döntést.
Adórendszerváltást sürget az LMP. A párt egy olyan adózást szeretne, amely igazságosabb, és nem nyitja tovább a szociális ollót. Ezért a párt több kulcsos adót, az adójóváírás visszavezetését és célzott járulékcsökkentést szorgalmaz. Vágó Gábor nyíregyházi sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, az egykulcsos adó bevezetése idézte elő a jelenlegi költségvetési hiányt, és ez okozza a kormány gazdasági álmokfutását. Az LMP-s országgyűlési képviselő az újabb és újabb adó kivetése helyett törvényben maximálná, hogy évente legfeljebb kétszer lehessen változtatni az adótörvényeken, mert az ország gazdasága számára elengedhetetlen a bizalom helyreállítása. A párt szerint a Fidesz adórendszere miatt szociális katasztrófa fenyeget, mert keveseknek sokat ad, sokaknak pedig keveset. Az LMP úgy véli, el lehetne kerülni az új adókat. A sárga csekk adó helyett spekulációs adót vetnének ki. Az energiaadót energiahatékonyságot javító nagy beruházásokkal váltanák ki, amelyek a rezsiben megtérülhetnének, és az Európai Unió támogatásával valósulhatnának meg. A jelenlegi családtámogatási rendszer legnagyobb problémája az, hogy az alacsony és közepes keresetűek egyszerűen nem tudják igénybe venni ezt az adókedvezményt, amelyre lehetőségük volna. Az LMP családi adókedvezménye úgy néz neki, hogy minden egyes gyermek után ugyanannyi adókedvezmény járna, és azt az összeget, amit a költségvetés úgymond megspórolna ebből, azt visszaadjuk a családoknak, de családi pótlék formájában. Ezzel jóval igazságosabbá tudjuk tenni a rendszert, és nem úgy, hogy még inkább igazságtalanabb, mint a Fidesz rendszerében, hiszen aki egy kulcsos adóval így is nagyon jól járt, az a családi kedvezményeket, hogyha maximálisan igénybe tudja venni, akkor még jobban jár. Az LMP szerint minden gyermek ugyanannyit ér, attól függetlenül, hogy gazdag vagy szegény családba születette, ezért minden gyermek után ugyanannyi adókedvezményt és magasabb családi pótlékot szeretnénk adni. Megkezdődtek a nyíregyházi műrepülő világbajnokság előkészületei. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Nagykállóba költözik az Aquaese. A Vízilabda Egyesület így a tervezett sportfejlesztési programját sem sóston valósítja meg. Nyíregyháza vezetése meglepődött a döntésen. Nemzetközi gyereklabdarúgó tornát tartottak Nyíregyházán. Az eseményre Moszkvából is érkezett két együttes. Az orosz csapatok maradnak, és a hétvégén részt vesznek a 34. Jonatán kupán is. Megkezdődtek az előkészületek a 10. motoros műrepülő világbajnokság helyszínén Nyíregyházán. A megmérettetésre több mint 20 ország közel 100 pilótája érkezik. Európán kívül az Egyesült Államok, Dél-Afrika és a távoli Japán is képviselteti magát a Szabolcsi megye székhelyen. A világbajnokságnak július 26-a és augusztus 5-e között a nyíregyházi repülőtér ad otthont. A versenyzők érkezése július 22-től várható. A magyar csapat két tagja, Ábrányi Tamás és Kovács Gergely terepszemlére már a héten ellátogatott, Tamás pedig már berepült a kötelező feladatokat. Itt éppen azt mutatja, milyen pályán kell majd repülnie. Ez egy programnak a rajza. Ugye, mint látható, ebben 9 figura van. Tehát itt a 9-es, ugye itt az 1-es. És ez az úgynevezett kvalifikációs vagy ismert kötelező program, ami hogyha egy teljes verseny lemegy, akkor ennek az eredménye nem számít bele a végeredménybe. A motoros műrepülés az egyik legismertebb technikai látványsport a világon a Forma 1 és a NASCAR után. Az itt versenyző pilóták a világ legjobbjai közé tartoznak. Található közöttük több évtizedes tapasztalattal rendelkező kereskedelmi és vadászpilóta is. A pályahasználat mellett a legnagyobb kihívás a gyorsulási erő ráhatása a pilótára. Addig, amíg egy Forma 1-es autónál ez 4G, addig egy ilyen műrepülőben közel 8G is hathat. Magyarország három másik országgal szemben fej-fej melletti küzdelemben nyerte el a világbajnokság rendezésének jogát, az előkészületek pedig már megkezdődtek a nyíregyházi reptéren. Egy hatóság engedéllyel kezdtük itt a légtérnek a használatával, ki kell bővítenünk a tizet magasság miatt. Ez egyik fontos lépés volt, azon kívül a repülőtérnek a alkalmassá tétele, szervezése, a parkolási gondoknak a előre megoldása, minden olyan más, ami egy rendezvény nem látszik, csak akkor veszi az ember észre, hogyha azt nem oldották meg azt a problémát. És azt szeretnénk, hogy az egész világbajnokságon egy szép nyíregyházi repülőtér legyen, azaz szépítjük a repülőterünket, alkalmassá tesszük, hogy mindenféle
igényt kielégítsen, esetleg egy pár lakókocsi is itt lehessen. Szóval nagyon sokrétű a feladat. Az eseményre Európa több országából is érkeznek műrepülők, a kontinensen kívülről pedig az amerikaiak mellett japán és dél-afrikai versenyzők mérettetik meg magukat. A magyar csapatnál még kérdéses, hogy 5-en vagy csak 4-en indulnak a nagyszabású világversenyen. Ábrányi Tamás az előkészületekről és a felkészülésről a következőket mondta. Nyilván a box majdani elhelyezkedése, azt kellett elsősorban megnézni, hogy jó helyen lesz-e a box, megfelelően távol-e a várostól, illetve a lakott területektől. Úgy tűnik, hogy ez megfelelő így. Illetve hát nyilván mindig, minden nap a repülőtér az más és más, hiszen más szél fúj, most például alacsony volt a felhő alap. De hát nem lesz ez másképp a versenyen sem. 1962-ben a Fejér Miklós, Fejes Péter, Katona Sándor, Pál Zoltán és Tóth József alkotta magyar válogatott, aranyérmet nyert. Tóth József pedig az egyéni összetett világbajnoki címet is begyűjtötte. Közösen készül a múzeumok éjszakájára az idén a József András Múzeum, a Kállai Gyűjtemény, a Levéltár, és a látogatók kisvonattal eljuthatnak a tűzoltóság kiállításához és a Móricz Zsigmond utcai vízügyi gyűjteményhez. A József András Múzeumban Mácsai István festőművész tárlatát fiai rendhagyó tárlatvezetésen mutatják be. A Kicsi, a Nagy, a Szép és a Csúf címmel az Orosz Megapark anyagából nyílik kiállítás. Az érdeklődők bepillanthatnak a restaurátorok műhelyébe, láthatnak rejtett érdekességeket a műtárgy raktárból, és megelevenedik a retro világa. A múzeumok éjszakáján újra kinyit a Kállai Gyűjtemény. A kapu előtt fáklyás őrségváltással hívogatják be a látogatókat, ahol a Kállai család hagyatékát bemutató hagyományos tárlat mellett a múzeum újdonságokkal is készül. Kaptunk ebben az évben Kállai Dénestől, illetve neki az apósától, Zsak Fajlemtől egy elég jelentős bogár és lepke gyűjteményt. 32 doboz számunkra jelentős, mert a meghatározása az eléggé nehéz feladat elé állított minket, mert egyiken sem vagyunk természettudósok, na ezt kitesszük, hogy láthassák az emberek is, hogy a trópusi vidékeken milyen szép pillangók repkednek, tehát tényleg gyönyörűek, mutatósak ezek a dolgok. Lesznek kint agancsok is, a természettudományi gyűjteményünknek egy részét legalább megmutassuk. Nagykállóba költözik az Aquaese. A Vízilabda Egyesület így a tervezett sportfejlesztési programját sem Sóston valósítja meg. Nyíregyháza vezetése meglepődött a döntésen. Megdöbbenve értesültünk arról, hogy a Nyíregyházi Aquaese Vízilabda Egyesület Nagykállóban kívánja megvalósítani sportfejlesztési programját áll Nyíregyháza önkormányzatának közleményében. A Szabolcsi megyeszékhely vezetése nem érti a döntést, mivel az Egyesület minden szakmai segítséget megkapott a Sóstó Gyógyfürdők ZRT-től, és a strandon lévő 50 méteres medence befedéséhez szükséges fejlesztésekre szánt önerőt is biztosította a város. A 2 millió forintot június 6-án át is utalta az Aquaese-nek. Megdöbbentő volt ez a tájékoztatás. Azt gondoljuk, hogy a nagyon konstruktív eddigi együttműködés abszolút nem indokolta ezt a lépést, igazából nem is nagyon lehet érteni a vízilabda klubnak a döntését. Én bízom benne, hogy azért ezzel a vízilabda sport nincs befejezve Nyíregyházán. Az önkormányzatnak eddig is tiszta és világos volt a szándéka. A gyerekekről van szó, a sportolni vágyó gyerekekről, és persze a szülőkről se feledkezzünk el. Nyíregyházán kell, hogy legyen az utánpótlás neveléssel foglalkozó vízilabda egyesület. Az, hogy ez a jövőben milyen keretek között fog és tud működni, arról nyilván el kell kezdeni a megfelelő megbeszéléseket, tárgyalásokat. Az önkormányzat most azért is aggódik, hogy mi lesz a gyerekekkel, akiknek a jövőben így Nagykállóba kell járniuk edzésekre, ami a szülőknek is plusz terheket jelent. És a sóstói beruházást is más forrásból kell megvalósítani. A pályázat valóban lehetőséget biztosított volna erre, nyilván ennek mindenki örült akkor, amikor ez a gondolat felmerült, de ez nem állít meg semmit a folyamatokban. Pályázati lehetőség még van egyébként a TAO-s vagy a sporttámogatáson kívül is. Nyilván Sóstónak az az érdeke, hogy előbb-utóbb legyen egy fedett versenyuszodája, ami esetleg valamiféle lelátó is kapcsolódik. Tehát a szakmai munka tovább folyik ezen a területen, és biztosan lesz megoldás erre is. Az Aquaese vezetése úgy érzi, nem hagyták cserben Nyíregyházát. A csapat elnöke szerkesztőségünkhöz eljutatott közleményében azt írja, Nagykálló vállalta, hogy biztosítja a 13,7 millió forintos önerőt a medence lefedéséhez szükséges légbefúvásos sátor megépítéséhez,
és további 2,3 millió forint támogatást ad az egyesületnek. A Nyíregyháza által átutalt összeget visszafizették, és a bérleti díjakat is rendezték. A megyeszékhely önkormányzata szerint számos lehetőség lett volna arra, hogy megoldást találjanak a problémára, és még a napokban is egyeztettek az AKOS-ével, miközben a nagykállói képviselőtestület már májusban tárgyalta az ügyet. Nyíregyháza vezetése azt sem érti, hogy ha több önerőre volt szükség, azt feléjük miért nem jelezte a klub. A város ugyanis nagyobb összeggel is támogatta volna a fejlesztés megvalósítását. Nemzetközi gyereklabdarúgó tornát tartottak Nyíregyházán. Az eseményre Moszkvából is érkezett két együttes. Az orosz csapatok maradnak, és a hétvégén részt vesznek a 34. Jonatán kupán is. 1600 kilométer, ekkora távolságra van Moszkva Nyíregyházától. Az orosz fővárosból mégis útnak indult egy lelkes kis csapat, akik a szabolcsi megyeszékhelyen vettek részt egy labdarúgó tornán. A Filó focicsarnokban rendezett eseményen 9 éves gyerekek kergették a labdát. Hogy Márté Szalkártól kezdve úgy fejtő, hogy mindenki szeretett volna jönni, csak most vannak az osztálykirándulások, és nem tudtak összejönni egy csapattal. Úgyhogy el tudjanak jönni, úgyhogy biztos, hogy nagyon hiányzik, mert mindenki első szóra szeretett volna jönni, akart jönni, csak ez volt a probléma, hogy a iskolai program az beleszólt. A tornát szándékosan rendezték műfűves csarnokban, ami a szeszélyes időjárás miatt jó döntésnek bizonyult. Az orosz csapatok maradnak még Nyíregyházán, mivel részt vesznek a 34. Jonatán kupán is. Utóbbi két napos és szombaton ér véget. A hétvégén az óvodások is pályára lépnek, nekik rendezik a Pindur kupát a Városi Stadionban, míg vasárnap a hölgyeké lesz a főszerep, a centerpályán ekkor tartják a Csinos kupa női labdarúgó tornát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb tartalmakat még egyszer néhány mondatban. 10 millió dollár értékű beruházást valósított meg az MSK Hungary BT Nyírbátorban. A nemzetközi tevékenységet folytató egyedi csomagológépgyártó vállalat nyírbátori gyáregysége egy 2500 négyzetméteres új szerelőcsarnokkal és egy 1500 négyzetméteres új festőüzemmel bővült. Befejeződött a Máriapócsi főfolyás rekonstrukciója. A csatorna fejlesztésével csaknem 27 ezer ember belvízi biztonsága nőtt a térség 13 településén. A beruházás része volt a leveleki víztározó teljes körű felújítása is. Szeptembertől már takarékosabban működhet az Ajaki Tamási Áron általános iskola. Az intézményt ugyanis újra szigetelték és a nyílászárókat is kicserélték. A 22 millió forintos beruházáshoz 4 millió forint önerőre volt szüksége az önkormányzatnak. A Kölcsey Televízió pénteki hírműsorát látták. A legfrissebbekkel hétfőn jelentkezünk majd a szokott időpontban. Addig is ott a Kölcsey Televízió honlapja a legfrissebb megyei történésekkel. Munkatársaim nevében is köszönöm mai figyelmüket is. Kellemes hétvégét kívánok. Viszontlátásra! Köszöntöm Önöket! A folytatásban egyre forróbbá válik a levegő, jön a strandidő. Egész hétvégén derült lesz az ég, csupán északkeleten fordulhat elő kisebb felhősödés, csapadék viszont sehol sem valószínű. A délies szél általában gyenge vagy mérsékelt lesz, a hőmérséklet általában 30 fok köré emelkedik majd. Éjszaka nyugodt, túlnyomó és csillagfényes, eseménytelen időnk lesz. A hajnali órák még viszonylag frissnek, ugyanakkor párásnak ígérkeznek. Általában 11 fokig csökken a hőmérséklet Szabolcs-Szatmár-Berekben. Érdemes a lakásokat átszellőztetni még a tartós kánikula előtt. Az időnkénti kisebb felhősödések ellenére egész hétvégén derült száraz időnk lesz, zivatar kizárt, zápornak is kicsi az esélye. Gyenge változó irányú, többnyire délies lesz a légmozgás, emellett 30 fok közeli csúcsokra számíthatunk és erős UVB sugárzásra. Határaink közelében hajnalra 8 és 11 fok közé csökken a hőmérséklet, nappal általában 30 fok köré melegszik a levegő, csapadék ezeken a területeken sem várható. Előre láthatólag a következő két hétben 30 fok körüli maximumok és sok napsütés várható, jellemzően csapadékmentes, igazi nyaraló időre számíthatunk. Csak szorványosan fordul elő egy-egy zápor vagy zivatargóc a délutáni órákban, jövő hét szerdától, illetve csütörtöktől. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, ezen a hétvégén a Múzeumok Éjszakája programjaira is ellátogathatnak. Viszontlátásra! Erős napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet.
itthon vagyunk, értéket teremtünk. A műsorvezető frizuráját Korpai Diana, a Lukovics Frufru Szépségszalon fodrásza készítette. Az időjárás jelentés támogatója a Letron 97 Bútoripari Kft. Bútorozzunk össze!